Kutatás az epesavaknak, mint a gyógyszerek molekuláris hordozóinak a vizsgálatára irányul. A célja pedig, hogy milyen epesavak vagy származékok használhatók bizonyos gyógyszerek hordozó anyagaként. Az epesav molekulákba csomagolt gyógyszer hatóanyagok várhatóan nagyobb hatásfokkal szívódnak fel, így kisebb dózissal lehetne ugyanazt a farmakológiai hatást elérni. A pályázat a nanoszerkezetek tudományát érinti. A világban a szén nanoszerkezetek kémiája dominál. Szén nanoszerkezetek egy újfajta különleges molekuláris szerkezetek, amelyeknek a tulajdonságai nem található meg más szerkezeteknél, és ezért őt, ha bár még nem fedezték fel természetesen minden egyes alkalmazhatóságot, de minden egyes tudományákba próbálják felhasználni, így értve elektronika, gyógyszerkémia, valamint például a rákkutatásba is. A projektum a befejező részéhez érkezett. Kivitelezését két újvidéki és egy szegedi partner vállalta. A kommunikáció az egyik legfontosabb dolog, és most már nagyjából majdnem mindenki az eredmények jelentős részét, a mérési, szintetikus eredmények jelentős részét az elkészül, és hát tulajdonképpen most következik az a munka, hogy ezeket az eredményeket megpróbáljuk egybe gyúrni, és valóban közös eredményeként bemutatni, nem csak magunknak, hanem a világ számára is. Egyébként a szóban forgó projektum 2011. novemberében kezdődött, és az eredmények alkalmazásával várhatólag kibővül az epesavak gyógyászati felhasználásának a köre, ami kedvező hatással lesz az állattenyésztésre és a húsfeldolgozó iparra is.